A Nagykonyi Tamási Lajos Általános Iskolában is készhez kapták a diákok bizonyítványaikat a 2021-2022-es tanévről. A 8 év folyammal működő intézményben 7 osztály intett búcsút egy időre a tanulásnak. A 95 diák közül egész éves munkájuk elismeréseként sokan vehettek át oklevelet, könyvet a tagintézmény vezetőtől. Mi egy befogadó iskola vagyunk. Hogyha a kollégáimat bármilyen értekezleten megkérdeztem arról, hogy milyen a mi iskolánk, akkor mindig ez az első szó, befogadó iskola vagyunk. Befogadók a pedagógusaink, és befogadók a gyermekek. Amikor más iskolából, más körzetből érkezik egy olyan gyermek, aki már nagyon sok tanulási kudarccal rendelkezik, akkor mi befogadjuk, új életet kezdhet nálunk, és nem mondom, hogy problémák nélkül, de mégis sikeresen teljesítik a tanévet. A díjakat három különböző szponzor, mondhatom így, mecénás adományozza számunkra, illetve vannak a hagyományos iskolai díjak. Hagyományos iskolai díjakat vehettek át a gyerekek jó tanulmányi eredményért, idén 2 kitűnő tanulmányi eredményért, sajnos csak jeles tanulmányi eredményért, szorgalomért, iskoláért végzett munkáért. A Nagykonyi Község Önkormányzata, aki a mi életünket nagyon sokba támogatja. A Nagykonyi Általános Iskolában roma kisebbségi díjban is részesülhetnek az arra érdemes tanulók. A tanulók jelentős része roma származású, és a hovatartozásukat, a kultúrájuknak a megőrzését mindig is fontosnak tartottuk, ezért kapják ezt a díjat. A harmadik, azt pedig igazán mondhatom, hogy egy mecénás családtól kapjuk, dr. Orbán Gyula vegyészmérnök és fia alapították, aktív résztvevője ennek Orbán Krisztián úr, az Oriens elemzője, közgazdász. Ők a Nagykonyihoz való tartozásukat soha nem felejtették el. Legidősebb Orbán Gyula Nagykonyiban, ők mindig elmondják viccesen, az az ember volt, akinek először volt a településen kerékpárja. Nos, a család ezt a pozitív vonulatot vitte tovább, mindig újítóak, mindig úgy viszonyulnak hozzánk, hogy ez a ő családi kapcsolatuk és a mi fennmaradásunk összekötődik. Az elmúlt időszakban felértékelődött a digitális oktatás jelentősége, amelyhez nélkülözhetetlen, hogy a nebulók rendelkezzenek valamiféle okos eszközzel, amelyen keresztül részt tudnak venni az oktatásban, ha ez csak online formában valósulhat meg. Ehhez kért segítséget támogatójától, az Orbán családtól az intézmény. Kértem, hogy amennyiben lehetséges, a gyerekek tabletet kapjanak ajándékba, mert a következő digitális tanrendre készüljünk fel, a gyereknek legyen otthon eszköze. Na most ez az idén így fog folytatódni, mert úgy éreztük, hogy ez a Z-generáció már az ösztöndíjnál többre becsüli az egy-egy kézzel fogható eszközt, amit aztán hosszasan tud használni. És tekintettel arra, hogy a tárgyi ajándékokon kívül mindig az élmény ajándék is fontos, ezért egy kirándulás van benn. Hátrányos helyzetű térségben dolgozunk, a tanulók hátrányos helyzetű közegből jönnek. Itt bizony a szülők némelyike maga is, mondhatom, hogy írástudatlan, és olyan alacsony szociális körülmények között él, ahol elérhetetlen számára az, hogy a gyerekének utazást, nyaralást biztosítson. Nem hangzott el, de nyári szünetben két Erzsébet tábor fog zajlani majd helyben, napközis a gyerekeknek, és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálaton keresztül értényi tanulók, illetve a gyermekjóléti szolgálaton keresztül mindenki vesz majd részt még zánkai és egyéb táborozásokon. A település önkormányzata nagyon fontosnak tartja, hogy a faluban élő diákoknak ne kelljen vidékre utazniuk azért, hogy tanulhassanak. Mindent megteszünk azért, hogy az iskola 8 év folyamos maradjon, és hogy ne szenvedjen hiányt semmibe, bármint nem a mi fenntartásunk alatt van az iskola, hanem a Klik tartja fent az intézményt, de azt hiszem, hogy az igazgatónő és a tanárok, vagy éppen az osztályfőnökök bármilyen kérdése fordulnak az önkormányzathoz, az biztos, hogy teljesítve lesz. Vagyis azon dolgozunk, hogy minél jobban tudjuk teljesíteni. Itt gondolok arra, hogy az iskolabusz állandóan rendelkezésére áll az iskolának, mivel hogy a nevéből is adódóan iskolabusz, ugye mi csak ezt így nevezzük itthon, hogy iskolabusz. Ezzel járnak a gyerekek kirándulni, esetlegesen sportrendezvényekre, focizni. Sajnos még a hátrányunk az, hogy nincsen tornatermünk, de a nagy iskolában, vagyis a főiskolában, a Vürc Ádám iskolában, Tamásiban kaptott lehetőséget az iskola, hogy a torna
termet és a sportcsarnokot használja ilyen célra, ezért ennek is az utaztatásában nagyon sokat dolgozunk, és nagyon sokat adjuk a buszt erre a célra, azért, hogy a tanulóink ne legyenek hátrányba. A tornaterem elkészülteig a továbbiakban is az intézmény tanulóinak segítségére lesz az önkormányzat. Az új tornaterem kiviteli tervei megvannak, a közbeszerzési eljárás engedélyezésére várnak. Ez viszont nem lehet akadálya a megfelelő oktatásnak, amiben, ha jól teljesítenek a diákok, a jövőben is számíthatnak az önkormányzat elismerésére. Látom azt, hogy akik kapnak egyszer, örömmel viszik haza, és itt már a 6. évben díjazunk, és látom azt, hogy vannak visszatérő arcok a díjazások során. Úgyhogy ismerek minden gyereket, és általában megkapjuk ezt a listát, de mégis látom azt, hogy örömmel van a diák, és nem mi döntünk az önkormányzatnál ezeknek a díjaknak az adásáról, hanem mindig a tantestület dönti el, hogy ki az, aki megérdemli ezt a díjat. Most már a 4. évben a diákok ékszerutalványt kapnak, hogy vagy egy karórát, vagy egy olyan kis emléket tudjanak maguknak venni, amivel ránéznek, és akkor tudják, hogy megérte ezt csinálni, vagy éppen használják, és akkor eszükbe jut, hogy ha én jól tanulok, akkor ebből lesz valami. Ezért is a díjnak a neve, hogy éld úgy az életet, hogy példakép legyél. A diákok boldogan vették át az elismeréseket Nagykónyiban.